Szeretettel köszöntök minden kedves nézőt a Vásárosnaményi Lónyai Menyhért Szakközép- és Szakképzőiskola közössége nevében. Iskolánk 1988 óta önálló intézmény. 2001. január 1-e óta viseli Gróf Lónyai Menyhért nevét. Az iskola névadója a 19. század második felének jeles közéleti személyisége volt. 1848-ban az első népképviseleti országgyűlési választáson elnyerte a képviselői mandátumot. 1867-ben pénzügyminiszter, 1871-ben pedig miniszterelnöki megbízást kapott. Kérem, ismerkedjenek meg iskolánk képzési struktúrájával. Az intézményben szakközépiskolai és szakiskolai képzés folyik. A szakközépiskolai képzésre jelentkező tanulók elektronika, elektrotechnika és kereskedelem-marketing szakmacsoportos alapképzés közül választhatnak. Ebben az iskolatípusban 9-12. Évfolyamon a tanulók felkészülnek az érettségi vizsgára. A 4 kötelező érettségi vizsgatantárgy mellett az 5. választott vizsgatantárgy gyakran a szakmai alapozó tantárgy. Az érettségi vizsga után szakirányban tovább tanulók, az OKI szakmai képzésben résztvevő tanulók egyaránt hasznosítják a 9-12. Évfolyamon szerzett szakmai ismereteket. Jelenleg az alábbi érettségére épülő szakképesítésekre várjuk a nem nálunk érettségizett tanulók jelentkezését is. Marketing és reklámügyintéző, kereskedelmi technikus. Idegenforgalmi ügyintéző, vendéglátó technikus. Villamosmérnök asszisztens. A villamosmérnök asszisztens felsőfokú képzését a budapesti Kandó Kálmán főiskolával közösen szervezzük. A szakiskolai képzésre jelentkező tanulók gépészeti, építőipari, könnyűipari, kereskedelem marketing és vendéglátás idegenforgalmi alapképzés közül választhatnak. A 10. osztály befejezését követően 2 vagy 3 év alatt a szerkezetlakatos, kőműves, ácsálványozó, férfiruhakészítő, élelmiszer és vegyőáru kereskedő, pincér, szakács és cukrász szakmák alapjait sajátíthatják el tanulóink. Az iskolánk nevelő-oktató munkájának színvonalát a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek határozzák meg. 3 számítógép és szaktanterem áll rendelkezésünkre a számítástechnika, informatika és információkezelés tantárgyak oktatásához. Az interaktív tábla a hatékonyabb oktatást segíti. A médialaborban nem csak tanórán kívüli foglalkozások keretében ismerkednek diákjaink az internet előnyeivel, hanem az önálló ismeretszerzést kedvelt helyszíne is a szaktanterem. A tornacsarnokban tartjuk a testnevelés órákat, és a decemberi szalagavató ünnepséget is itt rendezzük. Öröm számunkra, hogy iskolánk valamennyi szakma gyakorlati képzéséhez megfelelő helyszínnel rendelkezik. Tekintsenek be tanműhelyeinkbe! Fémipari tanműhely. A szerkezetlakatos tanulóink gyakorlati foglalkozásait ide szervezzük. A tanműhelyben jelenleg 2 tanulócsoport párhuzamos foglalkoztatására van lehetőség. Tervezzük, hogy a fémforgácsoló szakma oktatásához szükséges eszközök és gépek beszerzésével a képzési helyen elkezdjük a nevezett szakma gyakorlati képzését is. 12. évfolyamos szerkezetlakatos jelöltek már a Vásárosnaményi Nafim Kft.-ban ismerkednek a szakmai alapfogásokkal. Ruhaipari tanműhely. Férfi ruha készítő diákjaink birodalma. Néhány éve a gyakorlóhely korszerűsítése során olyan varrógépeket vásároltunk, amelyeket a helyi ruhagyárban is használnak. Tehát a képzés során olyan elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket sajátítanak el a tanulók, amelyeket birtokában a Berbi ruhagyár foglalkoztatására biztosan számíthatnak. Kereskedelmi kabinet. Az élelmiszer és vegyáru kereskedők, valamint a kereskedelmi technikus tanulók csoportos foglalkozásainak színhelye. Egy gyakorló helyet 2005 nyarán alakítottuk ki, miután az úgynevezett tanár-BC-ben a gyakorlati oktatás lehetetlenné vált. A kabinet mellett kapott helyet pénztárgépes szaktantermünk. Itt a vonalkódos pénztárgépek működtetésével korszerű ismereteket sajátítanak el a tanulók, amelyekről tanúsítványt kapnak. És ez segíti a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket. Ma már talán nincs olyan kereskedelem-marketing szakmacsoportos alapképzéssel foglalkozó szakközépiskola, ahol ne lenne taniroda. Intézményünkben az első között 1997-ben került kialakításra egy nagyon népszerű szaktanterem. A marketing és reklámügyintéző, idegenforgalmi ügyintéző és kereskedelmi technikus tanulók gyakorlati foglalkozásait itt szervezzük. A csoportos gyakorlatokon diákjaink vállalkozásokat hoznak létre, működtetik azokat, és a tanulóviszony megszűnésekor megszüntetik a vállalatot is.
Majd másfél évtizede kezdődött iskolánkban a szakközépiskolai képzés elektronika szakmacsoportban. A kezdetben irányítástechnikai műszerész, majd automatizálási technikus tanulók mérési gyakorlatának mérési labort kellett kialakítani. A két nevezett szakképesítés oktatását érdeklődés hiányában megszüntettük, de 2006. szeptemberétől a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola programja alapján villamosmérnök asszisztens felsőfokú képzés folyik iskolánkban. A laborgyakorlatok szakszerű lebonyolításához új műszerek beszerzésével és üzembehelyezésével modernizáltuk a gyakorlóhelyet. Vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportban valamennyi alapszakma gyakorlati oktatásának feltételei adottak. 2005-ben felújított tankonyhánkban a szakács és vendéglátótechnikus tanulók sajátítják el az ételkészítés alapjait csoportos gyakorlaton. Az első két szakképzési évfolyamon különböző ételcsoportokat, leveseket, sertéshúsból készült ételeket, marhahúsból készíthető ételeket, éttermi melegtésztákat, az utolsó évfolyamon pedig teljes menüsorokat főznek le a tanulók egy-egy foglalkozáson. A cukrásztanműhely a cukrászok gyakorlóhelye. A csoportos foglalkozásokon tanulóink elsajátítják a cukrásztermékek előállításának technológiai műveleteit. Cukrászaink nap mint nap az Emília cukrászda vendégeinek készítenek süteményeket, valamint tortákat. Az Emília cukrászda és a Lónyai Étekház nyílt árusító vendéglátóhelyek, amelyeket iskolánk üzemeltet. A 9-10. Évfolyamon legjobb tanulmányi eredményt elért cukrász, szakács és pincértanulóink gyakorlati helyei. A Lónyai Étekházban a napi menü értékesítése mellett családi rendezvények megszervezésére és lebonyolítására is lehetőség van. Az iskolavezetés a tárgyi feltételek bővítése, pótlása mellett fontosnak tartja a szakszerű pedagógiai munkát. A többségében hátrányos helyzetű, kevésbé motiválható diákok hatékony nevelése, oktatása, új pedagógiai szemléletet, módszereket kíván a tanároktól. A projektoktatás, a kooperatív tanulás alkalmazása a tanórákon egyre több sikerélményhez juttatja a tanulót és a tanárt egyaránt. Iskolánk diákönkormányzata minden évben sikeres rendezvénynek házigazdája. A szeptemberi verébabatón a 9. évfolyamosokat ünnepeljük. A Ki mit tudon tehetséges tanulóink mutatkoznak be. Az iskolai farsang tévbúcsúztató rendezvényünk. A Lónyai héten névadónkra emlékezünk számos programmal. Reméljük, felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, és találkozunk decemberi nyílt napunkon intézményünkben.